Shakespeare a Makrancos Hölgy című vígjátéka sok zenés színpadi filmes adaptációt ihletett meg, így Seregi László 1994-ben bemutatott két felvonásos balettjéhez készített koreográfiáját is. Van egyfajta olyan képi világ, ami nagyon-nagyon sokat ad hozzá a darabokhoz. Mellette a koreográfiát úgy tudja mellé tenni, illetve a zenét úgy tudja használni, hogy ez a három együtt tud úgy működni, hogy ez a közönséget mindig elvarázsolta, és ez így van most is. Makrancos, siempre tienes que estar pensando en qué paso viene ahora, porque hay pasos difíciles como bailarina. Y a la vez te estás divirtiendo, porque es una historia divertida. Hay risas en el escenario, hay voces, hay nombres, y me encanta. A Goldmark Károly zenére készült balett olyan, mintha a komponista ahhoz szerezte volna a zenét. Bár kétségkívül ehhez a szimbiózishoz feltétlen szükség volt, a koreográfus kiváló, zenére működő, ritmussal átitatott és eszközökkel operáló humorára, amiben a kellékeknek is komoly szerep jut. A tánclépéseket azokat mi minden nap, illetve minden más balettben gyakoroljuk, de amikor nagyon sok rekvizit egyszer csak a kezeink közé kerül, azokat megfelelően kell használni, ugyanis nagyon sokszor a történet, illetve a poénnak a részét képezik. Kata szerepében mások mellett Karuja Jessica Leon és Mellik Tatjana látható, Petrukioként Leblanc Gergelyjel, vagy a 2022-23-as évad étoáliával Balázsi Gergő Árminnal is találkozhat a közönség. Seregi Laci bácsi koreográfiái egy nagyon közel állnak hozzám, és nagyon vágytam már erre a Petrukióra, úgyhogy nagyon örülök, hogy megtestesíthetem. Szerintem nem hozzám közel álló karakter, ezért küzdelmes, de nagyon élvezem ezt a próba folyamatot. Gracias a esta obra, yo llegué a ser solista de esta compañía, o sea que le debo a Seregi muchísimo. Petrukiót még csak egyszer csináltam, ez lesz a második alkalom. Amikor néztük a 2016-os felvételt, arról tanultuk be a darabot. Egyrészt kicsit el is szomorodtam, hogy már nem úgy működik az ember teste 30 évesen, mint 23 évesen. Ugyanakkor ezt másik oldalon, talán színpadi rutinnal, tapasztalattal megpróbálom kompenzálni. Начнем с того, что здесь очень четко хореография поставлена на музыку. И вот это, наверное, главное, что от нас сейчас требует Ильдико, прям вот четко музыку, пока у меня еще не совсем так. Но и плюс очень поставлено актерски, очень интересные игровые сцены. И это очень веселое, отличное начало открытия сезона. Seregi László meghatározó egyéniség volt a magyar nemzeti balett történetében. Reneszánsz világlátása, koreográfusi képessége vagy dramaturgiai érzéke, humora, közérthető és szórakoztató előadásokat eredményezett. A Seregi Laci bácsi darabjai szerintem úgy működnek jól, hogyha az egész együttes jól működik. Én rendkívül élvezem azt, hogy teljesen próbálom bevonni ugye a körülöttem lévő kart, és nagyon élvezek velük együtt dolgozni. Szerintem ez teszi varázslatossá Seregi Laci darabjait, hogy az együttes egyszerre együtt éli meg és élvezi a darabot.